Kovács Vera vagyok, az Origó nevű internetes hírportáltól. Itt vagyok a Balatonparton, Csopakon. És emberektől... Pedig elég jó volt. És az emberekkel készítünk riportot. Azzal kapcsolatban, hogy miért csökken a Balaton víz. Oké. Hello. Kovács Vera vagyok. Nem hello, jó napot. Élek. Jó napot kívánok! Kovács Veronika vagyok, az Origó nevű internetes hírportáltól. Itt vagyunk a Balatonparton, Csopakon, és emberekkel készítünk riportot azzal kapcsolatban, hogy miért tűnik el a... De édes van! Oké, jó, újra! Tehát, igen. Kovács Vera vagyok az Origótól, és a Balaton vízszint csökkenéséről szeretnék önnel beszélni. Igen. Helyi lakó vagy nyaraló? Nem, nyaraló vagyunk. Gyakran jár a Balatonra? Hát nagyon gyakran. Most már május 25-e óta itt vagyunk. Ó, szép. Valószínűleg észrevette, hogy a Balatonnak a vízszintje folyamatosan igen, csökken. Igen, igen. Ön szerint mi lehet az oka? Hát én úgy gondolom, ez mindig előfordul bizonyos időszakonként. Tavaly nagyon magas volt, idén alacsony. Nem tudom. Nem tudom, mi lehet az oka. Hát iszonyú meleg van. Párolog. Gondolod esetleg arra, hogy valami köze van ehhez a magyar-kínai kapcsolat erősítéshez? Ez aztán hogyan lenne köze? El nem tudom képzelni. Hát ugye a magyar ott is a kínaiak megkötötték ezt a kapcsolat megerősítést. Igen. Gazdaságilag. Igen. És ennek van egy olyan része, hogy Magyarország a Balatonból algát exportál Kínába. Erről nem hallottam. Sokan nem hallottak róla, és ennek az a hátránya, hogy a Balaton vizét kell kicsit leereszteni, mert az algák azok alacsonyabb vízszintben igen, igen, tudnak megvizetni. Igen, igen. Hát, hogyha ez így van, akkor ez nagyon szörnyű. Ön mit tenne ez egy ügy érdekében? Hát biztos, hogy mindenképpen részt vennék egy olyan mozgalomban, ami ez ellen tiltakozik. Beszélni, és első kérdésem az volna, hogy ön helyi lakos vagy? Nem vagyok helyi lakos, de itt élek 2 év. Mire jó az alga? Hát kínai éttermekben használják fel. Innen viszik el? Innen. Így hallani? Igen. Mit kell mondani? Oda kell belenézni? Igen. Szóval én Kovács Vera vagyok a Origótól, internetes hírportál, és a Balaton vízszint csökkenéséről szeretnék önökkel beszélni. Önök helyi lakosok vagy itt nyaralnak? Most érkeztünk, itt nyaralunk, és a vízszintről még nem tudunk nyilatkozni, mert éppen a vízpartra igyekszünk megnézni, hogy milyen a vízszint. Önnek erről mi a véleménye? Hát akkor elég sajnálatos, hogyha ezen múlik. De hát a Kína az igen erős, tehát az... Szerintem ennek van valami köze a Magyarország és Kína között megkötött kapcsolat megerősítési egyezményhez? Hát nem tudom, hogyha mondjuk sok kínai jön ide, akkor belemennek a vízbe, akkor magasabb a vízállás, ugye? Tehát hogyha sok turista jön, gondolom, nem? Tehát... Igen? És a Balatonból megy Kínába az alga? Igen, megy. És szerintem ennek mi lehet az oka? Minek? A vízszint csökkenésnek. Nekem furcsa ez, amit itt hallottunk öntől. Itt nyaralunk. Itt nyaralunk. És gyakran jártok ide? Minden évben. Hát van a vihar szerintem, és akkor így kisodorja a vizet. Ezt megeszik? Ezt megeszik, igen. Ebből étel van. Segítenénk, hogy az algákat kiszedjék. Akkor nagyon szépen köszönöm a riportot. Én is köszönöm. További szép napot. Köszönjük. Köszönjük. Osztal!